Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó. Ma Börzsei Dáviddal, Zsupos Ágival és Horváth Oszkárral. Ha a kedvetek támadna paradicsomlével, krumplipürével vagy zöldborsó főzelékkel leönteni egy műalkotást, vagy esetleg a műsorunkat, akkor azt most tegyétek meg. A Telex összegyűjtötte a brit Just Stop Oil, vagyis szabadfordításban csak állítsuk meg az olajat nevű radikális civil klímavédelmi mozgalom legutóbbi ismert akcióit. Két fiatal nő besétált a brit National Gallery-be. Paradicsomszószal öntötték le Van Gogh napraforgóját, a tenyerüket pedig a falhoz ragasztották. Tüntetők festették össze narancssárgával egy Aston Martin szalon kirakatát a londoni Park Lane-en, majd a közlekedést is megbénították. Két tüntető mászott fel a II. Erzsébet királyné hídja 84 méter magas pilléreihez vezető sodronyokra, majd a biztosító eszközeiken lógva közölték, hogy nem hajlandóak lemászni. A híd lezárásával megbénult Kelet-London egy fontos csomópontja. Aktivisták a londoni Madame Tussauds Múzeumban csoki tortát nyomtak 3. Károly viasz bábújába. A Just Stop Oil képviselői azt akarják elérni, hogy a brit kormány ne adjon új engedélyeket a fosszilis energiahordozó kitermelésére. Ha az államot nem tudják rávenni semmire, addig is meg akarják bénítani az ország olajinfrastruktúráját, olajterminálokat szállnak meg, tartálykocsik elé fekszenek, benzinkutakat blokkolnak, megállítják a közlekedést. Ez utóbbiról azt mondja az egyik aktivistájuk, kérdezik, hogy miért nem írunk beadványokat, miért nem vonulunk a parlament elé. Megtettük. Csak az van, hogy erről nem hallotok, a médiában nem kerül be. Úgyhogy ezt kell tennünk, hogy beszélhessünk veletek, srácok, hogy átmenjen az üzenet. Az ellenérzés nem tántorítja el a Just Stop Oil-t. Idén októberre azt a célt tűzték ki, hogy minden nap lezárnak londoni utakat céljuk elérése érdekében. Emlékeztek, amikor a Notre Dame kigyulladt, és akkor ugye az emberek fogták a fejüket, hogy úristen, a kultúra egyik szimbóluma, és akkor egy-két napon, vagy akár egy-két órán belül szembesítette őket másképp gondolkodó tömeg, hogy bezzeg bizonyos jelenségekre nem reagáltok egyáltalán. Milyen érdekes, hogy a Notre Dame az így egybehúzza az embereket, hogy nekik, nem tudom egyébként, hogy most mit hallunk, hogy egy emberként állnak ki valamilyen kulturális szimbólumnak a védelme mellett, miközben humanitárius katasztrófáknál pedig nem figyelnek föl annyira. Én most magamon érzem ugyanezt, és magamat kritizálnám ezzel kapcsolatban, hogy én is azon húztam fel a szemöldökömet, hogy ugyan mit tehet egy műalkotás a klímakatasztrófáról, vagy hogyan következik annak az elpusztításából, vagy tönkretételéből egy jobb világ. De ahogy halljuk itt a bejátszóban, megpróbálták a legitim csatornát. Látjuk, hogy civil szervezetek, akár pártok, beadványokat, törvényjavaslatokat készítenek, megpróbálnak önkormányzatokon vagy kormányzatokon keresztül változást indítani, és ha nem sikerül, akkor az elkeseredésük az erőszakhoz vezet. Ugyan miért lepődnénk meg azon, hogy akár a terrorizmusig fajul a zöld háború, ha különböző nemzetiségek, vagy vallási kisebbségek, vagy egyszerűen vallási nézetek eljutottak már az elmúlt sok évtizedben eddig. És akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy mindaközben, hogy ökölbe szorul a kezem, hogy Németországban egy Monet képre talán a britek krumplipürét, az angoloknál meg egy Van Gogh képre paradicsomszószt öntenek, hogy tönkretesznek valamit, amit tulajdonképpen annak a tönkretétele nem viszi előrébe az ügyet, de közben meg hanghoz jutnak. És ez az a hang, amit eddig nem hallgattak meg,
és akkor mérlegre tenném, tudod, hogy én hány olyan műtárgyat áldoznék fel, és egynél biztos többet, hogy végül igazuk legyen. Tehát, hogy tényleg legyen valami változás, mert azt hiszem, amiért ők küzdenek, az így magamba kell néznem, többet ér, mint amik ki vannak állítva. Nem tudom, szerintem ez olyan, hogy eddig megvolt hozzá az a bűntudat, amikor nézted a Jackass-t, hogy te ezen most röhögsz. De itt, ahogy így el is hangzott a bejátszóban, ez egy olyan hosszú ilyen lajstrom, amin ők így végig akarják speedrunolni az egészet. Ezek csak amikor így megnézed a játék végé, hogy milyen achievementek vannak meg. És akkor ott van, hogy a viasz szobrot öntsd le, a harmadik Károly viasz szobrát csoki tortával, meg a Van Goghot öntsed le. Szerintem itt az történik, hogy itt van ez a nem is annyira önkéntelen megvallása annak, hogy a cél szentesíti szerintük az eszközt. És bármilyen áron át akarják vinni ezeket a dolgokat. És én tudom, hogy maga ez a bürokratikus mód, amire ők itt hivatkoznak is a tüntetésekkel, ez teljes mértékben képmutató. Nem vezet célra a legkevésbé sem, vagy legalábbis az esetek legkisebb részében, és akkor is csak amikor már, hát hogy mondjam, nem egy ilyen passzív ellenállásig fajul a dolog szokott általában. Tehát mit tudom én, itt ebben az országban is volt ilyen, gondolok itt például az internetadóra, tehát ott is erődemonstrációra volt szükség ahhoz, hogy egy tüntetés működjön. Csak hogy a kettő között még van egy lépcsőfok. Nem lenne muszáj kimenni tüntetni, és bár mondjuk a multik esetében tényleg arról lenne szó, hogy központilag korlátozni kéne az ő hatalmukat, az, hogy mennyire nőheti ki magát egy kapitalista cég valamivé, ezt az államnak kéne korlátoznia. Amikor a parlament előtt tüntetnek, akkor nekik ez az a céljuk, amit el akarnak érni. Csak hogy akár lehetne közvetlenül nyomást gyakorolni, például azt az energiát, ami ennek a festménynek a leöntéséből fakad, és ami most szerintem egyébként saját magukat tünteti fel negatív színben, használni arra, hogy feltüntesse mondjuk a Coca-Colát egy negatív színben. Az, hogy megvan ez a probléma, hogy állítsuk meg az olajat, mondjuk, tehát ez jelenleg az ő problémájuk, az nem jár egyenes úton azzal, hogy egy jó megoldást is találnak rá, és az, hogy ott tüntetek a parlament előtt, vagy az, hogy leöntöm a Monet vagy a Van Gogh képet valamivel, az nem egy jó megnevezése a problémának, mert ugyancsak azt a rossz megnevezést halljuk szerintem minduntalan, amikor így engem személyesen elő akarnak venni azért, mert olvad a sarkkör, és így nekem szegezik a kérdést, hogy na és nekem van-e már fémszívó szálam, vagy még mindig elveszem a műanyagot, és miattam halnak meg? Nem, de nem Van Gogh miatt halnak meg. Nem is gondolom azt, hogy a restségen kívül egyébként ilyen nagyon aktív szerepe lenne benne akár a politikai elitnek. Itt a cégeknek van aktív szerepe, csak őket se ők nem nevezik meg, se egy tálparadicsomleves nem fogja. Az ökoaktivisták szerintem is egyébként nagyon radikálisan gondolkodnak ebben a témában, de meg tudom érteni azt, hogy miért idegesíti fel ezt a csoportot azt látni, hogy a Mona Lisa előtt ott tömörödnek az emberek, és gyakorlatilag be se lehet jutni, iszonyatos jegyeladások vannak abból, hogy ezeket a műalkotásokat egyébként jogosan meg akarják nézni az emberek, és közben meg brutálisan nehéz a globális problémákra felhívni a figyelmet. Azt gondolom, hogy az ember akkor megy ki az utcára tömegesen már, amikor arról van szó, hogy elveszik a kenyeret, és nem akkor, amikor a kenyérgyár bezár. Gyakorlatilag minél messze van a probléma, és erről annyiszor beszéltünk, már nagyon nehéz érzékelni, hogy ez mikor fog ideérni hozzám, hogy komolyan vegyem. Jó, még ráérek egyébként foglalkozni vele, még most nem érzem a saját bőrömön. És akkor ilyenkor azt hiszem, hogy azok az emberek, akiket már elért a pánik, vagy szívügyük ez a téma, ők tényleg haragosan és dühösen próbálnak valamilyen eszközhöz hozzányúlni. Itt egyébként ebben a sztoriban nem csak arról van szó, hogy leöntötték ezeket a műalkotásokat, ami szintén valami ilyen szemet szemért analógiát hoz fel bennem, hogyha tőlünk elveszitek a lehetőséget, hogy megmentsük a bolygót, akkor mi meg elveszük a kultúrátokat, mert hogy számunkra ez nem ér annyit. De hogy nem csak ezzel próbálkoznak, hanem ugye a közlekedés megbénításával is, ami azért mondom, nagyon régóta egy ilyen bevett módszer, hogy feltartsuk az autósokat. Hiszen fosszilis üzemanyagot égetnek el az autók, tehát az, ott látom az összefüggést. És figyelemfelhívás szempontjából is fontos. Mert gondoljatok bele, hogyha a döntéshozók nagyon
sokáig nem figyelnek oda rá arra, hogy mit mondanak mondjuk az ökoaktivisták, vagy bárki, aki sztrájkolni szeretne, akkor hogyan tudja őket sarokba szorítani azzal, hogyha mondjuk nagy közlekedési csomópontokat megbénítva megakadályozza, hogy ezek az emberek bemenjenek munkába, elvégezzék a feladatukat, termeljék a GDP-t. Hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor gyakorlatilag elég sok mindenkit térdre lehet kényszeríteni. A kérdés az, hogy a feltartott autósok az ő oldalukra állnak el. Nekem egyébként ezzel van egy személyes sztorim, ami mostanában Magyarországon a rengeteg tüntetéshez kapcsolódott, vagy ami éppen most aktuális volt. Taxiban ültem, és akkor megkérdeztem a taxisofőrt, hogy majd esetleg a jelenlegi tüntetésekhez nem szeretnének ők is csatlakozni, vagy kíváncsi voltam, hogy neki mi az oldala, hogy mi a véleménye, perspektívája ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy hát neki is van rokona, akit mondjuk érintett a kata, vagy a tanár probléma, de hát most kiesik neki 2 nap, és akkor az neki kiesésbevétel, úgyhogy ő nem akarja a blokkádot. Volt idő, amikor szerette volna azt a blokkádot, csak akkor a saját bőrén érezte, és ez még csak nem is egy globális probléma, ez csak egy ilyen kognitív diszonancia egészen addig, amíg ő nem akar ezzel a problémával foglalkozni. Nem tudom, hogy tehát az összefüggést én is látom végül is a közlekedés akadályozása meg a céljaik között, de az, hogy ez mennyire eredményes, ezt ugyancsak nem látom, hogy... Tehát, hogy mondjam, ugyanennyire látom az összefüggést a között is, hogy ez egy olajfestmény, és állítsuk meg az olajat, meg a között, hogy hú, ma ne lehessen boldogulni a második János Pápa téren, és akkor az úgy biztos jó lesz. Tehát, hogy ugyanúgy valamit nagyon kicsiben fog meg. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez bármilyen szempontból célra vezető lenne. Akkor is, hogyha egy városi szinten mondjuk nagyon sikeres tüntetést sikerül levezényelniük. Én ebben inkább tényleg ezt a trollfészt látom, csak hogy így megtörténjen az, hogy hát hogyha nektek szabad ezt, akkor nekünk meg szabad ezt. De tulajdonképpen ezen tükröződik csak, hogy ők talán mennyire nem számolnak, vagy mennyire nem annak a céljában történik ez, hogy itt emberek tömegesen megértsék őket, mert hiszen nem érdekli őket, hogy ez kontraproduktív egy ilyen akció, hogy már nem a céljuk vezérli őket talán ebben, hanem az, hogy most már csak azért is elmondhassam, most már csak azért is a saját lelkemen körül. Nem az eredményesség, hanem a figyelem, úgy érted? Hogy... Igen, de nem azért, mert exhibicionisták, szerintem itt a belső frusztráció egy ilyen szinten már annyira magasan van az emberben, hogy képes így elvakultan csak érvényre juttatni a saját igazát, legyen az bármilyen. Eleve az van, szerintem, hogy érzelmi elárasztottságban nem tud logikusan döntést hozni. Tehát, hogyha összeültek és ők már nagyon kivannak valamitől, akkor az a csoportosulás nem fog hozni egy logikus és átgondolt döntést, hanem valószínűleg nagyon sok indulat jellemzi majd a saját döntésüket. De le lehet mérni valahogy a petán is, hogy mennyire eredményes, mert nyilván vannak eredményei, de talán az egyik leginkább meg nem értett akciókkal operáló szervezet, ugye ez egy állatvédő szervezet, azt hiszem a PETA. Igen. Ők rendszeresen kerülnek úgy a hírekbe, hogy bár az ügyük a hírbe kerül, de egyúttal megint létrejön valami, amit az emberek furcsán néznek, vagy hát gyűlölet övezi őket, miközben szeretetből próbálnak segíteni, kicsit hasonlóan mondjuk a húsevő ember, az gyűlölettel néz arra, aki nem bánt és nem öl meg egy élőlényt azért, hogy egyen, ami nagyon furcsa. Vagy tudod, a fegyvertartáshoz ragaszkodó ember, az gyűlölettel néz az iskolai lövöldözés áldozataira, mert ők el akarják venni az ő hobbi eszközét. És most, hogy ilyen súlyos voltam, azt hiszem itt az ideje a hülye poénoknak is, hogy de Dávid igenis exhibicionisták, hiszen exhibíciókra járnak festményeket leönteni. Szeretnek kiállításra menni. Ezen kívül történt még egy akció, ahol a Mona Lizát Varga Viktorral kenték össze, ezt viszont maga Varga Viktor tette a Varga Viktorért, ha jól emlékszem, illetve azt értem, hogy olajfestményeket öntenek le, ha már fosszilis üzemanyagokról van szó, végül is olajfestmények. Arra nem gondoltatok egyébként, hogy ők a művészettel egyáltalán nem akarták felhívni a figyelmet az ökokatasztrófára,
hanem azt állítják, hogy gyakorlatilag ebben a világban a kultúra inkább pusztuljon, hogyha nem tudjuk megmenteni a Földet. De lehet, hogy igazuk amúgy van, hiszen ha nem nyilván tudjuk megmenteni magunkat, nem a Földet, akkor nem lesz kinézegese ezt a kultúrát, ha csak nem a következő civilizáció, aki majd vakarja a fejét, hogy te szerinted értelmes lények éltek itt, nézd meg, egész jól rajzoltak. Hát nem tudom, jó, de azért tehát, hogy mondjam, azért lyukat ejteni az ózon rétegen, mert te szeretnél 23 perccel hamarabb odaérni a Mekibe, mert nincs elég időd aznap délután, az nem vagyok benne biztos, hogy megéri, de megfesteni egy jelentős, nem tudom, művészeti alkotást, ami akár még évszázadokon keresztül is hordozza a saját maga, tehát mit tudom én most nemrég voltam Dali Múzeumban, és olyan képeket láttam, amik nem is hallottam még róluk, és teljesen le voltam nyűgözve. Ezekért talán megéri lyukat ejteni az ózon rétegen, vagy... Hát pont ezért tudom. Ezt öntötte le? Mert hogyha a Meki ablakát önti le, annak semmi eredménye nincsen, abból van még 20 millió franchise, és a Mona Lisából viszont csak egy van. De pont ezért nem lesz eredményes, tehát most akár a parlament előtt tüntetnek, akár arról van szó, hogy, tehát, hogy ilyen, mint a PETA, ilyen csendesebb aktivista dolgokkal, tehát hogy mondjam, ez a törvénybe tartva a jó cél érdekében, bármit is próbálnak megcsinálni, az ugyanolyan eredménytelen lesz, mert egy már eleve készen kapott ideológia vagy világnézet ott lappang az emberben, amikor meghallja ezeket a híreket, amivel ez vagy olyan értelemben rezonál, hogy egyetért vele, hiszen hogyha én ezt meghallom, akkor lehet, hogy nekem is fontos a bolygó megmentése, vagy kifejezetten elegem van ezekből a klímaaktivistákból, ilyen vagy olyan okok miatt, egyébként erre rásegít az is, hogy paradicsomlével öntenek le műalkotásokat, vagy adott esetben egy hatalmas nagy kacsának tartom ezt az egészet, hogy globális felmelegedés, vagy valami. Tehát, hogy ez nem célra vezető. Én azt nem tudom, hogy miért a már megszokott mantrákat, a már megszokott ideológiai buborékokon belül vagy kívül igyekeznek ismételgetni, ahelyett, hogy tényleg lenne értelme leönteni a Meki ablakát, mert új információkat juttatnának bele az emberek fejébe, függetlenül attól, hogy eddig melyik oldalon álltak. Tényfeltáró anyagokat akarok itt hallani, ahol számszerűsítik, hogy melyik cégnek milyen szerepe van a klímaváltozásban. Azt írja a hallgatónk, hogy manapság már nem elég az emberek vállát megveregetni, hogy odafigyeljenek rá, mondja John Doe a 7. Ugye ott is egy elvetemült és visszataszító figyelemfelhívást látunk, egy létező és nagyon is az emberi lelket érintő problémára. Ott a fő gonosz az, aki felhívja a figyelmet a mi romlottságunkra, és itt én ezért nem akarok könyvégetésezni ennek a témának a kapcsán, hogy miközben rosszul érzem magam, amikor a műtárgyakat látom pusztulni, meg akarom érteni, hogy mi történik itt. A Van Gogh festmény kapcsán az aktivisták a következő kérdést vetik fel. Egy festmény védelme vagy bolygónk és embereink védelme érdekli önt jobban. És akkor itt el kell gondolkodnod, bár nem biztos, hogy ez nem egy hamis dilema, mert korlátozza-e vajon pár ezer múzeum az energiakorszerűsítést? És akkor, hát ha belegondolsz, azért mennyivel van több múzeum minden országban, mint zöld erőmű? Tehát, hogy elértük-e már ezt? Csak a nagy választás itt az, hogy mi érdekel minket jobban, a múltunk, vagy a jövőnk. De ki tette fel ezt a kérdést? Mind a kettőt elveszíthetjük ennek a során. Tudod, akit a múltja érdekel jobban, az inkább a depresszív, akit a jövője, az inkább a szorongó. Viszont a jövőn még változtathatunk, a múlton meg már nem. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. A műsor második felében majd olyan magyar szavakat keresünk, amik rendkívül képiesek, vagy amik a fogalmat, amit jelentésükben hordoznak, másképp közelítik meg, mint külföldi, vagy német, vagy angol fordításuk. Például mi a temető kifejezést részesítjük előnyben, az angol és a német a graveyard vagy Friedhof, azaz amúgy a nálunk is létező sírkert néven utal szívesebben a temetőre. Más a kép, ami létrejön ilyenkor a fejekben, a szó kimondása,
mondás, akkor az elhunytak föld alá helyezése a mi esetünkben, ugye a temetés pillanata versus az angol-német párnál egy csendes hely, amit utána évekig látogatunk az emlékezés céljából, de már betemetett sírokkal, ugye pillanat versus a folyamat, amire utána használjuk. Ha eszetekbe jut olyan kifejezés, ami ugyanazt jelenti, mint külföldi párja, de magyarul valami más képet idéz meg, küldjetek róla üzenetet SMS számunkra, a második órában hasonló dolgokat fejtegetünk majd. 0630 011 07 25. A ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziumának igazgatója nyilvános közleményben határolódott el a vasárnapi tanártüntetésen felszólaló Pankotai Lilitől. Az intézmény végzős diákja is színpadra lépett, ahol Slam Poetryt adott elő. Jövő című szerzeményében az oktatás problémáit vette sorra, s egyben a kormányzatot is bírálta, leginkább trágár szavakkal. Többek között olyanokat mondott a színpadon, hogy ők a kibaszott jövő, és a bele az ideológiákba. Nyisztor Zsolt igazgató erről a következőket írta. Intézményünk nevében kijelentem, hogy tiszteletben tartjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, ellenben elhatárolódunk, tanulunk Pankotai Lili 2022. október 23-ai nyilvános felszólalásától. Messze menően elutasítjuk annak minden a keresztény értékkel összenemegyeztethető tartalmát és narratíváját. Utóbbi mondatra Molnár Áron, a Noár mozgalom alapítója nyílt levélben így reagált. Ön elutasította nyilvánosan, amikor Szájer József szex botrányba keveredett? Elutasította nyilvánosan, amikor Kaleta Gábornál 19 000 gyermek pornográf képét találták meg? Elhatárolódott, amikor Borkai Zsolt egy jakton vett részt egy orgián? Míg Fekete Győr András szerint az igazgatónak Bayer Zsolt mondataitól is el kellene határolódnia. Van bennem egy vegyes érzelem, mert szerintem a slam poetry alapvetően élvezhetetlen az esetek 90%-ában, és valahogy így vagyok ennek a lánynak is abból a nézőpontból ítélve, hogy ez most itt egy slam poetry, vagy ez egy költeménye, ez egy beszéd számomra, és nem keresem benne ezt a slam, meg egyéb művészeti és formai értéket. A formai értéket azt kereste benne az iskolája olyannyira, hogy azt hiszem, hogy más sem talált belőle, látom ezeket az elhatárolódásokat. Én átéltem, amikor az Ás és Brigád című blogot írtuk, ami elképesztő trágár, meg amikor a Modoros blogot, ami elképesztő sutyó tud lenni, de mégis sokkal több emberhez eljutott már, mint az Ás és, mindegy, ha valaki nem ismeri, hogy átéltem ennek a nyomorúságát, hogy akarsz valamit mondani, ami egyébként egy találó megfigyelés az életről, a mindennapokról, a viselkedésről, de mivel trágár módon fejezed ki magad, nem jut el valakihez, aki egyébként megszívlelné. Ennek ellenére én vállaltan trágár vagyok, csak hát nyilván évek óta egy rádióműsorban nem élek ezzel a lehetőséggel. Nem volt egyszerű elengedni ezt az eszközt, és az ember, amikor meg akar szólítani egy tömeget, akkor nehezen engedi el a dű kifejezésének ezt a nyilvánvaló eszközét. Ugyanakkor én azt érzem, hogy tök jogos megnevezni, hogyha a keresztény konzervatív iskola szerint az apa férfi, az anya nő, hiszen ezzel a meglátással, vagy ezzel a szűkítéssel sokan nem akarnak ugye egyetérteni. Formai probléma a kivonulása az iskolának, de azt hiszem, hogy helyes megdorgálni, nem lenne helyes megbüntetni, vagy kizárni ezt a lányt, és ne felejtsük el, hogy ő gondolom, hogy kiskorú, tehát én nem kívánok neki egy rossz szereplést a médiában, és egy meghurcolás sem. Én azt gondolom, hogy a keresztény érzelmi és a keresztény érzelmet vagy viselkedést ezen a lányon számon kérő igazgató elmulasztotta észrevenni a lány mondandójában a rossz nemzedéki nevelésre való figyelemfelhívást és az együttérzés hiányára történő figyelemfelhívást. Hadd idézzek egy-két nem trágár sort abból, amit Pankotai Lilinek hívják, amit ő mondott. Azt mondja, hogy én csak próbálok jobb lenni, mint amilyenek ti vagytok. Azt mondja, hogy nektek volt lehetőségetek a rendszerváltásra. Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást. Jogos kérdés. Aztán azt mondja, nem érdekel ki az apa és az anya, csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketeknek
nem mert felnevelni sem, a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem. Ugye azért érezzük, hogy más a mi generációnknak a minősége, mint szülő, mint a saját szüleinké. Persze nem mindenkinek jutott ugye feltétlenül jó osztása az életben. Aztán azt mondja, mi már merünk azok lenni, akik akarunk valójában, de a kis Pista nem meri megmondani, hogy azt a fiút szereti a szomszéd faluban. És azt mondja, hogy ha a legjobb barátom szíve fáj, merem azt mondani, hogy változtatok ezen az országon, mert ha az ő szíve, az enyém is kezd meghalni már. Tele van szolidaritással. Értem, hogy trágár módon indítja és fejezi be, de annyira sötét vakság nem látni meg a tartalmat attól, mert koszból kell kihorgászni. Szalai Erzsébet egyébként ezt írta a Facebookján, ez az egész idézetet nem szeretném azért felolvasni. Nagyon megértem Pankotai Lili indulatát, de kifejezési módja enyhén szólva igen távol állt tőlem, és ez mennyire szörnyen álszent, és ilyen álprűd, hogy tényleg arra kell odafigyelnünk, hogy ezekben a kifejezésekben, a mondandójában kisípolni való dolog volt. Egyrészt azt gondolom, hogy itt van ez a szülő-gyerek analógia, amiről beszélsz, ami tök jó, hogy a gyerek, ahogy nő, cseperedik, és egyre jobban megkomolyodik, rájön arra, hogy anya és apa nem szent, hogy a szülők, és akkor ebben az analógiában az intézményvezető, a döntéshozóink, a kormányzóink nem biztos, hogy mi mindenben a legjobb döntéseket hozzák, és ilyenkor óhatatlanul a gyerek fel fog lázadni, és a lázadás része, hogy tiltott dolgokat csináljon, a tiltott dolgok közé pedig muszáj vagyok beemelni a káromkodást, és az, hogy ő ezt megteszi, indulattal megteszi, már pedig beszédformában teszi meg, tehát egy beszédet ad elő, akár slam poetry-ről beszélünk, akármi másról, az pedig szerintem egyszerűen elhagyhatatlan eszköze, hogy indulattal és szenvedéllyel tegye ezt, igenis legyen mérges, hogyha ő át akar adni valamit, legyen dühös, hogyha ő szeretne megszólítani embereket, és szeretné őket megmozgatni. Én azt gondolom, hogy amikor háborúba vonultak a seregek és a katonák, ott is, aki szónokolt nekik, az volt a cél, hogy feltűzelje őket, nem pedig az, hogy figyeljetek, akkor most intellektuál előadok nektek két mondatot, az, hogy megindulunk, és mindenki bátran fog beleállni egy vitába. 4 órakor meg kéne ölni azokat ott szemben, igen. Utána pihenőt tartunk 6 nap múlva. Te azt mondtad, hogy valószínűleg csak a formai részét vélték felfedezni, miután megnézték, hiszen ezért határolódtak el tőle. De tehát, hogy miért ne érthetnének ezzel nem egyet tartalmilag? Most én nekem... Világos, hogy mondjuk a meleg fiúval való egyetérzéssel ők nem szeretnének egyet érteni, és ez egy tartalmi reakció. Hát ez az, hogyha valakinek azt mondod, hogy én elhatárolódom tőle, akkor az esetek, tehát hogy nem mondod ezt, hogyha ő most kiállt volna a keresztény konzervatív értékek mellett, elmond az iskolában egy ilyen beszédet, nem mondták volna azt, hogy elhatárolódunk. Pedig maga a kijelentés, hogy a felszólaló véleménye az nem tükrözi az intézményünk véleményét, az teljesen jogos, abban az esetben is, hiszen miért kéne, hogy feltétlenül tükrözze. Szerintem az sem baj, hogyha nincsenek kompromisszumait, hanem te pusztán, mint egy intézmény, legyen az bármilyen intézmény is, vagy egy szolgáltatás, te pusztán egy kínálatot teremtesz, aztán majd az emberek eldöntik, hogy nekik ez szimpatikus-e, vagy nem. Most az már más kérdés, hogy jó-e, hogy az iskolának van-e tehát identitása, vagy nincs, így azon túl, hogy milyen az oktatás, meg milyen annak a színvonala, de ettől függetlenül lehet tartalmilag nem egyet érteni vele. Viszont valamiért nekem is megvan az az érzésem, hogy nem elsősorban a tartalmi rész miatt mondták azt, hogy elhatárolódnak, hanem a formai miatt. Ebben az esetben viszont felmerülne a kérdés bennem, hogy vajon ebben az iskolában tanítják Petri Györgyöt? Mert hogyha nem tanítják Petri Györgyöt, akkor az baj. Ha megtanítják Petri Györgyöt, akkor meg nem önazonos az intézmény, mert hát nem nagyon fogsz találni Petri verset, amiben nincsen valami trágár. Nagyon-nagyon kemény és trágár dolog. A másik, mert itt több dolog is van, hogy maximum kontraproduktív lesz a te szlemed vagy beszéded amiatt, hogy nem ér el embereket. De kell-e vajon számodra nyilván, mint rétor, nem utolsó szempont az, hogy embereket meg tudjál szólni, szólítani, te, mint aki beszédet mondasz, de vajon ez feltétlenül velejárója, vagy szükséges-e ez hozzá? Mert hogyha igen,
akkor az a rossz hírem van, hogy ugyanazt látom a beszéd kapcsán, mint a tanártüntetések kapcsán. Hogy itt most egy olyan változás reményében csinálunk valami rendszeren kívül itt, vagy valamit, amiért azért járna az enyebenye, tehát valamit, ami egyébként nincsen feltétlenül megengedve, ahol mi magunk nem teszünk fel zsetonokat a magunk részéről. A diáklány esetében maximum elhatárolódik a gimnázium, meg Molnár Áron színész aktivista, a Noir mozgalom alapítója kifejti ezzel kapcsolatban a véleményét, de rajtad, mint fiatal, nem fogják úgy ténylegesen számon kérni a stílusodat, mert neked nincs más dolgod, mint hogy pont ezt a lázadást, amit te kamaszkorban megélsz, csinálj. Vagy megélsz, azt csináljad. Egy olyan szónoknak, amilyen most ez a Pankotai Lili, vagy amilyen a Nagy Blanka volt, egy öltönyös parlamenti képviselőnek, vagy egy kosztümös parlamenti képviselőnek kellene lennie. Ő felteszi a zsetonjait, ő kockázatot vállal, és ő maximum, tehát a legrosszabb esetben számára sokkal több embert veszít el a követői közül, mint amennyit bevonz maga mellé. De az a helyzet, hogy a Juhász Péternek szerintem az a mentalitása, hogy lényegében a tüntetéseket vagy a parlamenti felszólalásait kezelte, azok így teljesen rendben voltak. Nem kell szerintem, hogy már is politikai identitást vegyen fel magára a Lili, aki egyébként, mint tudjuk, csak egy új skinbe öltözött játékkarakter a Nagy Blanka után. Meg nem tudom, hogy szokták ezt mondani, az update-elt verziója, ez is szörnyű, mert hogy a Tibi egyébként úgy reagált erre az egész sztorira, tudjátok, hogy majd a káromkodós Blankához, kávéfőzős Lucához, meg a szexuális zaklatás Pandához csatlakozhat, mint a kiégett kabalák szigetén az egyik. Ez szörnyű szerintem, mert hogy nyilvánvalóan hasonló eszközöket használnak, ami éppen az eszköztárukban benne van. Ezt nem lehet számunk kérni egy 16-18 éves korú fiatalon, hiszen ő még ezzel tud dolgozni, és nem hiszem, hogy bele kell állnia feltétlenül egy politikai szerepvállalásba, hanem hagyni kellene, hogy szabadon felszólalhasson. És az jutott eszembe, hogy az intézmény vezető, aki számunk kéri rajta például csak a káromkodást vagy a formátumot, hogy nem lehet, hogy ők voltak azok a generáció, akik azt mondták a South Parkra, hogy jó, oké, biztos van benne politikai, meg nem tudom, ilyen világszintű, nagyon fontos kérdéseket boncolgat, de hát káromkodnak benne, és hogy milyen szörnyű volt ez az egész. Ahelyett, hogy meglátta volna és lebontotta volna, hogy ez viszont valami fontosat akar átadni, csak közben meg is nevettetne valami fekete humorra. Hát de ki a hibás itt a néző, vagy a South Park? Tehát, hogy nem jut el hozzá ezzel, ők is tisztában vannak. Nagyon sok úgy éreztem, hogy hát akkor úgy kell nekik, lemaradnak a találó megfigyelésekről és a humorról, és attól arról a feloldozásról, hogy egy picit mosolyogni is lehet azon a nyomoron, ahogy a világot ellentétesen olvassuk, ahogy ülünk egymással szemben. De hát aztán majd hogy jut el hozzájuk, de tudod, ez egy ilyen valamilyen nem azt mondom, hogy lefelé csepegő kultúra, hanem ilyen kiáradó kultúra, hogy azt a South Parkot nézi valaki, akinek nem ez a kommunikációs eszköztára és csatornája, és majd azokat a gondolatokat egyel emészthetőbb, disztingváltabb keretbe fogja foglalni, és el fog jutni ahhoz, aki az előző formát nem emésztette. De érdekes, amit mondasz, nekem ez eszembe se jutott. Én arra gondoltam, hogy itt ez egy ilyen általános műveltséghez kötődő szavazójog, hogy vajon annak, akinek én most szólni akarok, akinek most elindítom, most akkor maradjunk ennél a példánál ezt a rajzfilm sorozatot, fontos-e annyira ez az ügy, vagy van-e egy olyan fokú rálátása arra az ügyre, hogy ez átmenjen neki annak ellenére is, hogy a Cartman miket mond most. És ezzel egy ilyen szelekciót csinálsz már a nézőid között is. Nem szeretnél segíteni azokon, akik savanyúak és formailag megbélyegzők azzal, hogy megosztod velük is a tartalmadat? Szeretnéd, ha ők minél előbb távoznának a nézőid soraiból? Ők nem az én klubom. Egyébként ebben lehet, hogy van igazság, hogy akkor úgy van vele, hogy aki nem akar maradni, annak ott az ajtó, és akkor mi megelégszünk azzal is, azzal a közönséggel, aki nem annyira kritikus, de mondjuk érti, hogy mit szeretnénk közvetíteni. A szülő-gyerek analógiára visszatérve még az jutott eszembe, hogy szerintem egy jó szülő
rájön arra, hogy ő ezt egyszer már megélte, amikor meglátja a gyermekén a lázadást, a csalódottságot, a kiábrándultságot, hogy valami úgy lekoppant a gyereknek, és azt düvel és indulattal fogja kezelni. Ez most nyilvánvalóan a jelenlegi diák tüntetésektől egy picit távol esik, de én érzem a hasonlóságot, vagy így a párhuzamot a kettő között. És a jó szülő szerintem azt fogja mondani, hogy oké, megértem a dühödet, meg azt is, hogy mind vagy ennyire kiborulva, és mivel ismerem ezt a helyzetet, és azt is tudom, hogy nagyon nehéz vele megküzdeni, az is lehet, hogy most hagynom kellene, hogy elmondd végre, és legyél egy picit te is felnőtt, most lépj be ebbe a young adult life-ba, és vállald a felelősséget a gondolataidért, hogy azok a végén meg tudjanak szilárdulni, ki tudjanak alakulni. Hogyha ebben a helyzetben nagyon szigorúan nézem az intézményvezetőt, aki azt mondta, hogy elhatárolódok tőle, az nem olyan kicsit, mint hogyha apa meg anya azt mondta volna, hogy befogom a fülemet, és nem vagyok. Rólad a kezem. Így van, így van. De közben meg itt elhangzott ez, hogy számonkérés, ez még nem számonkérés, ez elhatárolódás. Szerintem minden joga és szinte kötelessége is megvan elhatárolódni, hiszen ő más tanárokat, más gyerekeket is képvisel, ha már a kifejezésmódról van szó, hogy tartalmilag a tanárok iránt érzett felelősségből zajló tüntetés vagy megmozdulás sorozat hoz nem csatlakozik, az már véleményes a részemről, de ez még mind nem számonkérés. Én akkor lennék felháborodott, ha ezért büntetést kapna. Az szerintem az intézményvezető joga és az intézmény renoméjához kapcsolódó, vagy hogy mondjam, megítéletlenségét nek az igényével fellépő reakció, hogy ő ettől elhatárolódik. Vizsgáljuk már meg az előbb említett Szalai Erzsébet szociológusnak a nyilatkozatát, mert ő nem csak a formára tett megjegyzést, bár nyilván úgy kezdte a Facebookon talált mondandóját. Az elejéről kezdjük szerintem, hogy nagyon megértem Pankotai Lili indulatát, de kifejezési módja enyhén szólva igen távol áll tőlem. Mindig abban reménykedem, hogy mi mások vagyunk, és mindig csalódom. Ez a durva kifejezési mód durva korunk, durva válságtünete, és nem csupán annak általános vonásait illetően. Válságtünete szinte minden politikai erőnek, mozgalomnak és ellenmozgalomnak azt fejezi ki, hogy már semmi közös érték nincs, már semminek nincs mit szétesnie, ezért tét nélkül gyalázhatjuk egymást. A kapitalizmus darabjaira tört társadalomról már nem is beszélhetünk. Uh-huh. Az utolsó mondat hiányzott még, de egyébként én is azt gondolom, hogy nyilván van, hogy is mondjam, érvénye annak, hogy ő hátralépett kettőt, mert hogy itt nem csak a Liliről van szó, meg egy intézményvezetőként nem csak a Liliről van szó, hogyha ő neki döntéseket kell hozni, de azt sem tartom jogosnak, hogy invalidálja gyakorlatilag azzal, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy a kislány miről beszélt. Elmondom, hogy miért mondtam azt korábban, hogy én itt egy ilyen párhuzamot látok a feltett zsetonok tekintetében a tanártüntetésekre. Amikor egy kamasz vagy egy ilyen korban lévő lány, fiú, teljesen mindegy, valamilyen érzelmekkel reagál valamire, akkor, ahogy ezt te is mondod, ez a tüntetés, ez a lázadozás, de és ez független attól, hogy most éppen elfogyott az ámenü a menzám, vagy hogy a faterom páros lábbal rúgta ki a csávót, akit hazahoztam, tehát ez teljesen független ettől. Na most egy ilyen esetben nem feltétlenül kapja fel az ember a fejét, nyilván ez most egy ilyen hírértékű dolog lett, de ez is csak az iskola elhatárolódása miatt, de az ember nem kapja fel rá a fejét, mert itt nem valami extraordinárisat lát, hanem valamit, ami egy ilyen tök mindennapos dolog, hogy itt van egy kamasz, aki ilyen formában, minthogyha csak most jött volna ki egyébként 17 évesen az anyjának a személyével a dohiboltból egy kókuszos Top Joy-jal, így előadja ezekkel a szavakkal, meg ezzel a szókincsel azokat a dolgokat, amiket ő egyébként másnak is elmondana. Most én azért látom itt a tanártüntetéssel kapcsolatban a párhuzamot, mert nagyon nagy hírek és felháborodások lettek belőle, hogy tanárokat, akik egyébként a sztrájkkal való jogukkal értek, kirúgtak. Én meg ott ültem, hogy de nem azt akartátok, hogy ne legyenek tanárok, és hogy a hiányotokkal reprezentáljátok azt, hogy ez mennyire rossz lesz, hogyha nincs kinek tanítania? Jaj. És én értem, hogy... Hát nem véglegesen gondolták, hogy aztán munkanélkülivé váljanak. Jó, szóval. De hogyha valaki egy kicsit is előrébb gondolkodik egy napnál, mert fontos neki ez az ügy annyira, akkor az alapján, a logika alapján fog menni, hogy jó, majd hogyha az ország felét kirúgják, akkor én is visszamehetek tanárnak, és mind visszamehetem. Valószínűleg nyilván... ez lesz, és szerintem sokan
azok közül, akik éltek ezzel a polgári engedetlenséggel, ami ugye a kezükből kicsavart és erősen korlátozó sztrájkjogtól különböző, és éppen ezért büntethető, vagy hát retorziók alakulnak ki a nyomán, ők talán azok mernek előbb előlépni, akik készültek elhagyni akár azt a munkahelyet, és vagy tisztában voltak a rizikóval. Nincs nekik valószínűleg másik munkájuk. Nem a jókedvükben azt mondták, hogy én úgyis holnap fel akartam mondani, akkor most megcsinálom ezt, hanem vállalták a következményeit, és szerintem azzal a félelemmel éltek a polgári engedetlenséggel, hogy ebből viszont az lesz, hogy én aztán holnaptól, vagy két hét múlvától majd nem kell bejönni. De ez egy reális félelem, csak én ugyanakkor azt is gondolom, hogyha valaki komolyan gondol egy tüntetést, akkor ne az legyen, hogy szerdán az első két órában, ami meg lett hirdetve, nem megyek be tanítani, hanem a tanáriban javítok témazáró dolgozatokat, hanem az is járjon vele együtt, hogy akkor én nem megyek be tanítani addig, amíg változás nem lesz. Sem az, se holnap, se jövő héten. Ha egy év múlva van változás, akkor én addig benzinkutas leszek, vagy valami más. Én azt gondolom, hogy ezt érzi az összes diák, aki kiáll a tüntetésen, vagy megfogalmaz ilyen gondolatokat, hogy ez brutál nehéz összehozni. Azt, hogy egyszerre történjenek a dolgok, egyszerre álljanak fel tömegek, mert ezért nem egy 10-fős, 20-fős tanári stábról van szó egy intézményben, hanem egy országról, ahol az összes tanárt meg akarják szólítani. Visszatérve még egyébként tényleg egy félmondat erejéig a Lilire, én már a Blankánál is éreztem, de nála most a Slam Poetry szövegében nagyon élesen és erősen éreztem azt, hogy talán a rendszerváltás óta nem politizáltak így a gyerekek. Tehát, hogy ahelyett, hogy azt vettük volna észre, és ez nekem ilyen fájó pont, hogy ő most milyen káromkodásokat használt a szövegben, azt kellett volna inkább kiemelni belőle, hogy az igen, hogy egy nagyon tisztában vagy vele, hogy mi történik az országban, vagy mi minden történhet még az országban, és ahogy ő megválogatta a szavait, nekem az tájékozottságra utalt. Egy ilyen 5-10-15 évvel ezelőtt nem az, ahogy nem válogatta meg, hanem ahogy megválogatta. Meg el sem olvasták ezeket az infókat, nem ültek le politikai műsorok elé, tehát hogy talán ez a válsághelyzetnek az első válságtünete, hogy hoppá, egy 17 éves gyerek lehet, hogy jobban képben van, mint 15 évvel ezelőtt mondjuk én. Nekem is szemet szúrt ez, amit mondasz, viszont ennek a két élőségét, meg az élesen kirívó mondjuk tájékozottságát egy kicsit így folytja bennem az, hogy azért nekem mégiscsak az a véleményem erről, hogy ez most egy ilyen üdítő kivétel, amit itt látunk, mert a saját generációmban állam csak egy-két évvel fiatalabb arcokkal is, amikor így beszéltem mondjuk a 18-as választásokkor, amikor ők éppen, hogy szavazóképes korhatárban és állapotban voltak, akkor ők például simán leszavaztak a DK-ra, lévén, hogy meg a Jobbikra mondjuk ilyet én is. Igen, ez is egy statisztika, hogy ki hova és hogyan szavazott, vagy hogy, tehát, hogy mit hoz ki a statisztika, de szerintem az is nagyon meghatározó lesz a következő hetekben, hónapokban, vagy akár a következő években, hogy a diákok milyen megmozdulásokon lesznek ott, hányan lesznek, mert ez a 17 éves kislány még nem tudta behúzni az X-et. Igen, meg nem is az a baj, hogy hova húzza az X-et, hanem nekem most itt a problémám ezzel a tájékozottsággal kapcsolatban pusztán annyi, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nekik mondjuk maradok ennél a példánál, mert úgyis mindig ide lyukadunk ki, hogy Gyurcsány Ferenc az a Gyurcsány Ferenc, aki nekünk ő, és nem a vicces piros tornacipős bácsi a Messengerről. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ennyire átment már ez a dolog, hogy őket egyáltalán érdekelje, hogy hívják azt az embert, aki mondjuk nem Orbán Viktor. És a tüntetéseken persze lehet megmutatni, hogy én fiatal vagyok, és itt vagyok. Lehet reprezentálni egy egész generációt is akár, de nem vagyok benne biztos, hogy az ügy mentén szerveződő politikai buborék az nem erősebb, mint maga az ügy, ami mentén szerveződnek. Ebben lehet igazad van, az viszont elég tisztán látszik, hogy most valami olyasmiért harcolnak, ami csak vagy egészben érinti őket, mert hogy a tanáraikért állnak ki. És ez szerintem elég komoly. A Szalai Erzsébetre visszatérve, én nem voltam benne biztos, hogy ő ugyanazt gondolja, mint én, de azt hiszem, hogy talán akkor mégiscsak úgy van, hogy ő rávilágít arra, hogy a trágárság az a tünete valaminek, valamilyen rohadásnak, és nem azt kell észrevenni, amikor rohad a világ, hogy valaki dühös miatta, hanem hogy rohad a világ. A fogorvoshoz is, ha elmész, akkor nem azzal fog meggyógyítani, hogy káromkodik egyet,
őket, hogy hát nézd már, hogy néznek ki a fogaid most éppen, hanem hogy elvégzi rajta a feladatát. És közben meg azt látom, SMS-t is kaptunk itt a műsor folyamán, hogy tényleg mit is mondott a sípszó kívül. Tehát nem, egyszerűen nem sikerül mögé látni, és ez nem feltétlenül a befogadónak a hibája. Aztán olvastam a YouTube-on, ahol külön meghallgatható időnként ez a felvétel olyan kommentet, hogy ennek a szövegnek nincs értelme. Én azt gondolom, hogy van értelme, és konkrétan legalább 4-5 teli találat megfigyelést tett ez a lány. Sajnálom, hogy elveszik az ordinárisságnak az erdejében, és együtt tudok érezni vele, mert tartalom veszett el közte. Hát engem még mindig jobban zavar, hogy slam poetry-ként van ez előadva, mint hogy ennyire ordinári, de azt hiszem az ordinári a jó szó, tehát ez nem trágár. Ez ordinári, ez egy másik dolog. Nem egy-két csúnya szó van benne, hanem konkrétan képeket festett fel, amik, hát azt mondom, hogy a váratlan füleket felkészülnek. Azt én csak azt mondanám el neked, hogy Krúb is ezt csinálja. És milyen jó. Ez az Önkényes Mérvadó. Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. Más jelentéssel és jelenséggel fejezi ki különböző nyelvek ugyanazokat a fogalmakat. Kulturális és nyilvánvaló etimológiai oka van, hogy egy-egy nyelv milyen képben találta jónak leírni egy tárgy fogalmát. Jó példa erre a hét napjainak neve. A hétfő magyarul a hétfeje, angol neve a holdnapját jelenti. A kedd az ómagyar kettesből ered, míg az angol Tuesday, azaz Tew egykezű istenség nevéből. A szerda, csütörtök, péntek szláv sorszám nevekből erednek, míg az angol a csütörtökben a tornak megfeleltethetően Punor istenséget és a villámlást nevezi meg. A péntekben pedig Frigg istennőt, aki Vénusz ekvivalense a germán mitológiában. A szombat és a Samstag egyaránt a sábeszre utalnak, míg az angol Saturday a Saturn napját jelöli meg. Ezzel szemben a vasárnap a nevében mind az angol, mind a német a napnapját ünnepli. Míg a magyarban a vásárok napjára emlékezünk, mivel Szent István a vásárok megtartását a templomba járással és a munka szüneteltetésével kapcsolta össze. Hát ahogy elhangzott, Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal és Zsupos Ágival ülünk itt, akinek a hangján meghallgathattuk ezeket az egyáltalán nem várt információkat, tehát hogy te gondoltad azt, hogy a Thursday az Thornak a nevéből jön. Persze miért ne gondolnánk, hiszen azért északi népek, meg germán mitológia nincs messze az angoloktól, de lám mennyire másra gondolnak ők a napok nevében, és így a homlokomhoz csaptam egyébként, hogy tényleg a szerda, csütörtök, péntek, azt hiszem a szerda az olyasmit jelent, mint a mitvok a németben, csak szláv eredettel, hogy a hétnek a közepe, és nyilván, ha vasárnap kezded a hetet, akkor a szerda az a konkrét közepévé válik, tehát nem hétfő vasárnap, hanem ugye vasárnaptól szombatig tartó hétre kell ilyenkor gondolni. Ugyanakkor a csütörtök mennyire rímel arra, hogy csitíri, és a péntek arra, hogy piatty, vagy bármilyen hasonló ilyen szláv nyelvű négyes, ötös sorszám. De akkor már a hétfő az első. Tehát ha a csütörtök a négyes, és a péntek az ötös, akkor itt megint azzal a gonddal nézünk szembe, hogy hogy kell azt a rohadt Excel függvényt beállítani, hogy sőt, a hét napját azt vasárnaposan, vagy hétfősen mutass. De ugye a hétvége attól függetlenül ugyanúgy hétvége marad a szombat-vasárnap, attól függően, hogy hol kezded, és ez az, amit én így láttam, mint egy ilyen vitapont, hogy akkor miért hétvégének hívod, hogyha vasárnappal kezded a hetet, és erre azt láttam, ilyen magyarázatgyanát, csak a szombat a hétvége. Úgy kell elképzelni, mint egy a két vége, hogy az eleje is az egyik vége, meg a vége is, és ezért, amikor szombatra végződik, és vasárnappal kezdődik, az a hétvége, a hétnek a két kettő vége van. Igen. De ezzel az erővel akkor a hétfő is a hétvége, mert az a hétnek az első vége. Jaj, és a péntek is hétvége, igen. Vagy akkor a Friday azért Friday, mert péntek délutánonként szoktunk sütögetni.
Hát nem. Nem, hát itt elhangzott ez a Frigg vagy Frigge istennő, aki a Vénusznak a megfelelője ebben a germán világban. Neki állították a pénteket, és úgy is hagyták a mai napig. Buchinger Péter nevű hallgatónktól kaptunk ötleteket ilyen képies kifejezések elemzésére, ha úgy érzitek, hogy érdekes neki menni, és tudtok fejből ilyen magyar, angol, német, vagy bármilyen nyelven valahogy másképpre utaló szavakat, amik egyébként ugyanazt jelentik, csak másképpel fejezik ki, akkor 0630 011 0725. Ugye itt az előzőekben röviden kifejtettem a temetővel kapcsolatos érdekességet, ezt lehetne hamis megfigyelésnek tartani, hogy nálunk temető az angolban, németben meg graveyard vagy Friedhof, és akkor mondhatnánk, hogy de hát nálunk is van a sírkert kifejezés, na de mikor mondod te ezt? Tehát lehet, hogy ki van írva, hogy nem tudom mi, zuglói sírkert, vagy hívjuk így, de amikor azt mondod, hogy hová mész, akkor elmegyek a temetőbe, nem azt mondom, hogy elmegyek a sírkertbe, az egy picit régies, és egyszerűen más, tudod, más jön létre a fejedben, amikor kimondod ezt a kifejezést, meg ha olyan vizuális típus vagy, ezt annyiszor mondják emberek, hogy vizuális típus, még az is mondja, aki utána kéri, hogy magyarázzam el, hogy néz ki, tehát pont, hogy nem vizuális, de nem mindenkinek a fejében van egy állandóan beszélő narrátor. Én amikor megfogom itt az egeret, akkor arra gondolok, hogy és most megfogom az egeret. De nem ezt jelenti, hogy vizuális típus, nem, hanem, hogy tudnak mivel takarózni, hogy nem magyarázd el, hogy a mazsola úgy néz ki, mint hogyha snitzerrel az idős nénikről a szemölcsöt levaldostad volna. Nagyon gyorsan kifogott ez a téma. Hú, de szép. De igen, tehát, hogy elképzeli, és amikor elképzeli, akkor tök más képzelek el, amikor azt mondják, hogy temetnek, mint amikor azt, hogy egy sírokból álló kertet kell, hogyha ezt nem vetetted volna fel, illetve az SMS író nem vetette volna fel nekünk, akkor soha nem jutott volna eszembe, viszont elkezdtem gondolkodni rajta, hogy a grave és a grief, mint gyászolni szavak, azok azt mennyire hiszem, hasonlítanak. Kell, hogy igen, mind a kettő a latin grevis szóból ered. Tehát lényegében ők is belecsempészik azért annak a folyamatát, hogy itt történik egy gyászolási folyamat. De ha csak ennél az egy szónál maradunk meg, szerintem az is nagyon képletes, hogy a különböző kultúrák hogyan viszonyulnak ahhoz a jelenséghez, vagy ahhoz a szóhoz, vagy mondjuk magához a halálhoz. Tehát mi azért egy elég gyászos nép vagyunk, és szeretünk nagyon negatívan gondolkodni az elmúlásról is, meg úgy általában az életről is. És ugye a temetőben nekem is van egy ilyen brutális lemondás, vagy egy ilyen nagyon erős negatív kép, míg a graveyarddal, meg a Friedhoffal nem érzem ezt, hogy lehet, hogy aki abban a nemzetben egy kicsit szebben gondol az elmúlásra és a halálra, szebben is nevezi meg, nem? Én pont, hogy nekem abban van egy ilyen feloldozás, amikor mi arról beszélünk, hogy temető, hogy így tényszerűsítjük annak a történését, hogy itt történt egy haláleset, és talán pont azért nem hat ennyire negatívan rám, mert valahogy számomra ez azt sugallja, hogy majd még ezután is lesz valami, most ez csak egy ilyen szakasz vége. Én azt érzem, hogy a temető az emlékeztet arra a még a gyász elejére, arra a pillanatra, amikor eltemettétek azt az illetőt, és amit ott átéltél. Persze nem tudom ki, hogy érzi magát temetéseken, én általában eléggé átélem ezt, hogy ez most egy ilyen, ez itt a része a folyamatnak, és nem megúszom, hanem tényleg így szívvel, lélekkel részt veszek benne, nem a szervezésében, hanem egyszerűen átélem. És a temető kifejezés engem emlékeztet, és ez egy pillanat, míg azt hiszem, hogy a sírkert az meg egy hát idők végezetéig, de valójában tudjuk, hogy 70 meg 25 évig rendelkezésedre álló, a bérlés erejéig rendelkezésedre álló folyamatnak a terepe, az már egy ilyen békésebb dolog. És akkor lehetne mondani azt, hogy a külföldi megfogalmazás nem elég drámai, mert nem merik megnevezni azt a keserves pillanatot, amihez a temetés szinte a legközelebb áll, és az, amikor itt tényleg mindenki összegyűl, és részt vesz az elbúcsúzásban, vagy pedig, hát nem tudom, megúszósak, hogy
hogy nem ezzel nevezik meg, hanem ez egy békés kert. Tulajdonképpen egy a virágokat szeretünk ültetni. Sőt, ha gondoljátok, focizzatok egyet. Tehát olyan lehet, hogy már túl ártatlan a kertre asszociálni. Kérdés, hogy ki mennyire szeret szembenézni, és vajon segít-e amúgy ténylegesen bármelyik feldolgozni azt, ami történt. Itt mondta az Ági az előbb, hogy hát azért így az elmúlással kapcsolatban mi elég keserűek vagyunk. Én mindig óvakodom attól, hogy azt mondjam, hogy ez annyira magyar, meg ez Magyarország 2022, mert fogalmam sincs, hogy hány rokon nemzet van, hányan érzik hasonlóan magukat, egy csomó mindenben azonosítjuk, hogy ez nagyon magyar, de azért, mert nem voltunk eleget külföldön, hogy azt lássuk, hogy számos példát találunk erre, de valóban az elmúlással talán nehezen küzdünk meg, a múltat hát ápoljuk, ha úgy tetszik, de az meg leápol minket cserébe, fogságában tart, de a saját elmúlásunkkal kapcsolatban is, nem csak Magyarországon, az egész világon ilyen nagyon nagy pátoszokat élünk meg, hogy úristen, majd mi lesz meg, jaj, de félek tőle, és hogy fogok én majd nektek hiányozni, és nincsen az ember igazán azt hiszem kibékülve azzal, hogy mennyire a születésnek a párja az, hogy meghalsz, és hogy mennyire hálás lehetsz azért, ami a kettő között történik, már amennyi a jó része neki, mert nem szeretnék érzéketlen lenni, vagy részvételen azokkal, akiknek tényleg egy nyomorúság ennek a legalább 50%-a. Hát, hogyha ez így van, amit mondasz, akkor viszont a sírkert az, amelyik több, tehát ez a megnevezés az, amelyik engem így nyugalommal tölt el, hogyha ebből a szempontból nézem, a temetőben valahogy azt érzem, hogy van egy aktív cselekvés, tehát ugye benne van, hogy temet. Uh-huh. Ehhez kell egy energiát kifejteni, ami neked, mint embernek a belső energiádból jön, hogy te képes vagy temetni, te képes vagy pakolni a földet. Egy festményt, aminek az a címe, hogy temető, nem tudok elképzelni úgy, hogy ne legyenek benne emberek. Míg mondjuk egy sírkert című festményt ugyanarról a helyszínről, pusztán azzal, hogy megváltoztatod a címét, simán el tudok képzelni úgy is, hogy teljesen kihalt, és nincsenek benne emberek, csak a... Nekem meg pont fordítva. Tényleg? Aha, mert hogyha a temetőről beszélünk, akkor nekem jobban kapcsolódik hozzá a cselekedet, a temetés, míg hogyha egy sírkertről beszélünk, akkor meg az jut eszembe, hogy oda akár többen is elmehetünk. Tehát ugye november 1-jénk, meg pont ez az időszak gyakorlatilag arról szól, hogy kimegyünk és meglátogatjuk az elhunyt szeretteinket, vagy ápoljuk a sírjukat, és nekem mindig ehhez kötődnek. Tehát a temetések általában nem ilyen. Nyilván voltam olyan temetéseken, ahol nagyon sokan voltunk, és vannak azok a temetések, tudjátok, ahol olyan szűkkörűen jelenünk meg, és ezzel szembe viszont, amikor visszajárunk a temetőbe, akkor az az élményem, hogy mindig olyan fordulópontokon, tehát kevesebb olyan embert ismerek, csak nem nagyon korán veszítette el a szeretét, és ő nem mondjuk az első két évben még sűrűn kijár, és akkor egyedül is ott van, akkor arról van szó, nem, hogy ezeken a forduló pontokon megyünk, amikor sokan vannak, és nekem inkább ez a kép kapcsolódik, hogy a sírkert a helyszín, még a temető a cselekvés, vagy magam a temetés. Lapozzunk el erről a szomorúról. Olyan példákat kaptunk még, hogy uram bocsá, vagy akár csak az uram kifejezés, hogy a feleségem a férjét érti alatta, én viszont a jó Istent. Aztán azt írja más, hogy a szomszédom a mehet a menet alatt a csavart érti, én a menetelést. Hát én nem tudom, kétlem, hogy valaki a csavart érti alatta, igen, de ha akkor a szaki és technika tanár lehet, hogy úgy van. Aztán említik, hogy égtelen haragra gerjedni, hogy valaki az égtelent, ugye ég nélküli, felső határ nélküli, valaki égtelent, azaz égkesítés nélkülinek érti. Kérdés ugye, hogy látja maga előtt ezt leírva. Aztán volt ez a nagyon furcsa kifejezés, amikor barátaim jogásznak tanultak, és akkor tőlük hallottam először ezt, hogy ki a kolbólít, hogy van egy ilyen kifejezés arra, hogy elűzöl valakit, ugye, hogy mint ahogy a ebrudalás gyakorlatilag, hogy elűzöl valakit. Az ebrudalás is vicces, hogy egy szóban benne van, hogy az ebet egy ruddal addig verik, amíg el nem megy. A kiakolból itt is ilyen, hogy az akolból eltávolít. És ez az angol megfelelően ennek az exercise, tehát ugyanaz, mint az ördögűzés, az elűzés, elkergetés. Tudod, az ex
az a ki, a horkosz, meg az esküdés, vagy átkozás, tehát kiátkozás, hogy milyen érdekes, hogy nekünk egy ilyen képünk van hozzá, hogy egy akolból űznek el valakit. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy az ebb rudalás, az ebb rugdalás. Az is lehet, hogy onnan, nem csak szerintem. Csak kirugdossuk ezt a kutyát. Azt hittem, nem lesz példám, de van egy példám. Rádiós szakzsargon volt, hogy szólok a műsorvezetőnek, tudjátok, ilyen hírszerkesztői pozícióban, hogy kész a feles. Ezek ugye a reggeli feles hírek, hogyha azok így elkészültek, és akkor humorosabb kollégák mindig visszaszóltak, de hol van? Tudod, mert ő már lehajtotta volna, jaj, kac, kac, és akkor érteni kell. Ami az égtelen haragra gerjedéshez hasonlít, már mondta abban a szempontból, hogy meg kell nézni, hogy írják, és választ is kapsz a kérdésedre, az a készpénz. Uh-huh. Hogy itt is van egy olyan, hogy kézbe kapod, de készen is kapod. Most az a kérdés, hogy neked melyik a vizuálisabb. Nekem egyébként sokkal több értelme van vizuálisan annak, hogy kézbe kapod magát a pénzt, még hogyha nem is innen jön az elnevezés. Mégis a kész a helyes, de pont most láttam a fordítottját, hogy valaki nagyon-nagyon szeretett volna megfelelni, és valami olyanra, hogy kézműves, úgy írt, hogy készműves, mert már egyszer a kézpénzzel kapcsolatban figyelmeztették, gondolom. Mi a helyzet ezekkel a nyelvújításkori végződésekkel, amikor azt mondjuk, mit tudom én, azt mondod, hogy redőny, mert egy redős dolog, és akkor a redős dolog, a dolog jelentése az az enybetű. Szerintem ennek a mint a dolog, példája, ami a redőket csinálja. Nem is biztos, hogy ez valakinek leesik először, viszont mindenki, amikor először meghallja életében azt, hogy sürgöny, akkor pontosan végigmegy ezen az etimológiai zarándok úton. Csak talán nem jut el odáig, hogy azt mondja, hogy redőny, az ugyanígy lett képezve lévén, hogy redős. Sőt, nagyon sok ilyen szavunk van egyébként. Képződmény. Az állvány, mert áll. Ennek az ellenkezője, tehát az állvány ellentéte a függöny, mert az meg függ. Uh-huh. És nagyon, nagyon sok az ilyen... Az állatnak ez ellentéte, meg a növény. Növény, de az is nő, tehát látod, hogy itt vagy a férfi, na mindegy. De vannak ebben kakukktojások. Az erény volt az, amin én nagyon sokat gondolkoztam, mert... Szerintem azt hasonlóan képezték, tehát hogy az erővel rendelkező, erre gondoltak, igen. Csak olvastam valami olyat, hogy azt gondolták a virtusról, hogy erő, és akkor a erénynek fordították le, de hogy amúgy férfiasságot jelentene a virtus, ami elég kisajátító az erényekkel kapcsolatban, hogy ezt azonosítjuk a férfival, de még mennyivel többet jelentett a férfiasság így, hogy ez a jelentés, hogy virtus, mint az, amikor azt mondod, hogy macsó, hogy már tudod, minden, ami tartalmi, minden, ami az erkölcsi kitartást és az akaraterőt, meg a kitartó erőt tartalmazta, az a macsó esetében már csak ezt a lábad közét fogdosó, szipogó süttyóságot, aki oda mer menni, bemer kérdezni a csajt, és elég szőrös ahhoz, hogy férfinak is látszódjon, most már csak ezt jelenti. Egyébként ugyanígy képeztük az előny, hátrány, fölény szavakat is például. De nem a bárányt, nem? A bárányt azt nem, ez egy ilyen kisebb gyűjtésem volt, hogy akkor az vajon hogy lehet, arra jutottam, hogy hát már béget, hogy bá. De nem, ez egy jövevény szó, ez azt hiszem török, úgyhogy ezt hagyjuk. Valami hasonló bajod van azzal a kifejezéssel is, hogy molnár, igaz? Igen, mert az idomárban vagy a hajcsárban benne van az, hogy mit csinál. Hogy a hajtást csináló személy, igen, és a molnár az a molnozást csinál. És értem, hogy Miller, Mill, meg, tehát hogy ez ott van, és hogy akkor a moln az elvileg a malom, de akkor Malmár kéne, hogy legyen, vagy malmász, igen. Aha, vagy lisztész. Hát, ezt most már meg kell szoknod, Dávid. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal, itt a Spirit FM-en. És a továbbiakban Rozi néni dalával fogunk foglalkozni. Rozi néni énekel 2.0, a Fidesz dala. Ez a folytatása valaminek. Rozi néni egy kedves idős néni, akit én nehezen bogozok ki, hogy milyen szándékkal panaszkodik, vagy énekli meg a valóságát, hogy itt kinek hogy kéne éreznie magát. Minden esetre ő ezelőtt, a felvétel előtt, amit meg fogunk hallgatni, az Echo TV-ben már egyszer műsorban énekelt. Ugye? Hogy ilyen szeretném a villanyórát megállítani, egyfajta dalfeldolgozás vagy dalparódiát adott elő, valamivel jobb minőségben.
Amit most meghallgatunk, ez tartozik egy videó, szerintetek ez egy idősek otthona rendezvény, vagy valami lagzi? Én esküvőnek láttam. Esküvőre tippeltél? Igen. Hogyha egyébként a vőlegény van mögötte, ő nem elégedett a produkcióval, az arc kifejezés alapján, illetve Rozin néni már nincsen közöttünk, úgyhogy kicsit majd vissza is emlékszünk rá ezekkel a hírekkel, meg ahogy megpróbáljuk kibogozni az előadását. Ha felmegyek a nyugdíjasukba, a tagsággal beszélgetünk, elmondjuk, nagy örömünk van, mert a Fidesz győzhetett. Azonnal töltsét csinálok a kezemből, kiálltok vidámon, sejhaj, milyen jó lesz eztán, emelik majd a nyugdíjat. Ha lemegyek az élelmiszerboltba, a pizzaszám veszem elő, megnézem, ugyan mire futja ebből a kis pénzemből. Nehezen töltsét csinálok a kezemből, zokogok nagy búson, nagyon vékony a pénztárca, csak csirkelábra futja. Nincsen nagy baj, ne is féljen senki, a Fidesz kormány mindent megold, majd futja még a csirke combra, meg az igazi jó borra. Azonnal töltsét csinálok a kezemből, tanulom vidáman, kedves nyugdíjas társak, szóljon tovább a nóta. A pénztárcán, a pénztárcán, a pénztárcán, mert nincsen pénzem, hajja. Ha nincs benne, majd lesz benne, az ön a pénztárcán, majd ez mellett, hajja. Ha nincs benne, majd lesz benne, az urbán szintor, majd ez Rém kellemetlen pillanatok ezek valahol. Magad nevében beszélj. Na, akkor kezdtem. Dávidnak tetszett. Nekem az volt a kedvenc része, amikor a közepén elkezdett így tapsolni egy csávó, aztán nagyon gyorsan abba hagyta be senki. Ez háromszor megtörtént, és mind a háromszor azt gondoltuk, hogy itt a vége, de aztán jött egy újabb verseny. Ez a néni nagyon nagy karriert futhatott volna be a Belgában, hogyha ő énekli náluk azt, hogy Girgi Bugyó Lékárka Puplatyi. Így is egy 150 000 megtekintést megélt ez a kis emléktábla. Tudod, ez az éneklős nyugdíjas, ez valahol egy ilyen kedves jelenség. De amikor próbálom értelmezni az éneklésnek az üzenetét, akkor már egy nehezebb dolgom van, mert én csomószor nem tudom eldönteni, hogy ez irónia, vagy dörgölőzés, vagy pedig valami rakományvallás, hogyha előbb tiszteljük a helytartóinkat, akkor utólag majd megfizetnek vajon érte. 2017-ben került ez föl a YouTube-ra, ugye az
azóta Rozi néni már nincs is az élők sorában. 5 év telt el azóta, illetve 7 éve volt kormányon akkor a Fidesz. És tökéletesen beleáll, és megvallja azt, hogy tulajdonképpen nem azt mondom, hogy szereti a miniszterelnököt, azt mondja, hogy a Fidesz kormány mindent megold, de ezt azután énekli csak el, hogy hosszú verszakokon keresztül elemzi a pénztárcájának a különböző XYZ dimenzióit, hogy ez minden irányból nézve vékony, ugye mégis, tehát egyszerre azt mondja, hogy bízik, szereti a vezetést, de tud panaszkodni. Ez viszont egyedülálló. Tehát, hogy erre alig látok példát, hogy valaki elmeri mondani, hogy neki nem jó, de egyébként szereti és bízik benne, hogy jó lesz. Vagy az van, hogy nekem minden rossz és takarodjatok, vagy az van, hogy imádom őket, és akkor egyébként minden a legnagyobb rendben van. De nem, most egy nem ritka, hanem egy, hát a ritkának az ellentét, egy nagyon gyakori jelenséget megnevezel szerintem. Hát szerinted a Fidesz szavazók hány százaléka él a jó mód olyan szintjén, ami így tényleg az átlagon feletti? Mert de ők mit csinálnak, hogyha nem azt, azt hogy, hiszem. Hát igen, hát erről beszélek, akkor meg hogy lehet, tehát ugye ez egy tömeges jelenség, ha, akkor viszont. Hogy ez nyilván nem a média világában, tehát nem hallod ezt a panaszkodást, de... mert az nem kerül elő, de közben nyilván a mindennapokban az az ember, aki egyébként panaszkodik és panaszra vonoka, a végén azért behúzza a folytatásra. Az igen, egyszer. De Rozi néni esetében szerintem inkább arról van szó, hogy itt ez azért törhetett felszínre, azért kerülhetett át a média világába, mert tehát ugyanaz a jelenség, itt nem tehetek róla, kénytelen vagyok megjegyezni ezt, ami miatt az idős nénik minden ügyetbe, minden apró cseprű ügyetbe beleszólnak a buszon. Mert egy olyan generációnak a tagjai, ahol nagyon szeretnék magukat fontosnak érezni, és nem elfogadni, hogy nem az ő idejük már lejárt. Nem generáció, hanem olyan életkornak a tagjai, tehát hogy ez rád is vonatkozik, meg rám is. Jó, igazadva. Ebbe csúszol bele folyamatosan. Az elmagányosodás az egy idő után kinyitja azt a kaput, hogy rosszul igyekszem ki magam, kapcsolatot teremteni. Na hát ezután, amikor te az Echo TV-ben ezt előadhatod, vagy bármilyen közönség előtt előadhatod, ahol te tapsot és megbecsülést kapsz, még akkor is, hogyha csak ez egy ilyen formai dolog, az valami egészen csodálatos érzés lehet. Én nagyon szeretném megérteni Rozi nénit, úgyhogy kicsit távolról indítok, ezt bocsássatok meg nekem. Én azt gondolom, hogy itt valódi rajongásról van szó, és ott volt a kulcs, amit Oszi mondott, hogy 7 éve volt a kormányon már akkor. És az egy nagyon hosszú idő ahhoz, hogy kialakuljon mondjuk egy olyan kötődés, egy virtuális kötődés a politikus irányába, vagy a politikai párt irányába a szavazóktól, amit ő már nagyon nehezen tud felülírni. Ezt egyébként úgy hívja a pszichológia, hogy a szociális kapcsolat, és ne tévesztem meg senkit, ez nem valódi kapcsolat, ez tényleg egy ilyen virtuális, egyoldalú, általában a médián keresztül kialakított kötődés, ahogy a sorozatokban megismert karakterekhez is kötődünk, és simán el tudjuk sírni magunkat, hogyha velük történik valami. A Z-generáció képviselőjének mondom, hogy a néni Szimpeli Viktort, valami ilyesmit jelenthet, és a közös, ugye az új generációs kifejezés, meg a pszichológiai szakifejezés között, hogy gyakorlatilag ez egy olyan rajongás, amire néha így rávetül ez a halo effektus, amikor, hogyha valamilyen közös tulajdonságot vélsz felfedezni a virtuális kapcsolódásodban, az ember, akit nem érsz el, de mondjuk mond egy-két dolgot, mutat magából valamit, ami a te életedben is megjelenik, hasonlóság van köztetek, akkor hajlandó vagy neki megbocsátani dolgokat. Ettől függetlenül ott lesznek azok a negatív tényezők, és ugyanúgy rosszul fog esni, hogy nem tudom kiadni csak a csirke farhátra, és majd lesz csirkecom, de már könnyebben megbocsátok neki. És a 7 év... Láb elnézést, a hitelesség kedvéért. Köszönöm szépen. Egyikünk jobban figyelt ezen a tanúra. Szóval, hogy az agyunk az evolúció során tényleg nem úgy fejlődött, tudjátok, hogy meg tudjuk különböztetni a virtuális és valós személyeket, és akkor ilyenkor az van, hogy amit nem látok abból az emberből, vagy akkor most mondjuk úgy, hogy abból a pártból, azt nem tudom megítélni, azzal szemben nem tudok kritikus lenni. És az is simán benne van, hogy valamit látni szeretnék. Szóval ahhoz, hogy Rozi nénit jobban megértsük, meg én tényleg erre törekedtem, amikor ezen gondolkoztam, azt kell először megérteni, hogy
hogy egyszerűen, amikor kialakul ez az érzelmi kötődés egy politikussal, vagy bármilyen szereplővel, könyvsorozat szereplőivel is, akkor a hozzájuk fűződő viszonyunk határozzák meg ezeket a legmélyebb feszítő szükségleteket, és ebből a perspektívából szerintem könnyebb Rozi nénit megérteni, hogy mi az ő hiánya, ami mondjuk Viktor vagy a Fidesz rajongásához vezetett. Ez így érthető? Értető, amit mondasz, csak szerintem itt többről van szó, mint arról, hogy ő így szemet huny dolgok felett, vagy azt mondja, hogy elnézőbb ezzel szembe. Itt konkrétan, amikor azt mondja, hogy a Fidesz mindent megold, akkor minden emberi logikát, figyelembe véve hazudik, és nem csak azért, mert nem szimpatikus nekem, vagy valaki másnak a kormány politikája, hanem mert ugyanolyan populáris, hát most vagy szavazat, vagy rajongótábor maximalizáció történik, mint amikor azt mondja a Majka, hogy mindenki táncolt a 90-es években. Senki nem volt bérszámfejtő, meg nem dolgozott éppen hajnali kettőkor a szülészete, hanem mindenki táncolt a 90-es években. Ez egyfajta kifejezői, nem mondom, hogy költői túlzás. Hát értjük, hogy nem, meg ő nem hazudik, ő hisz. Igen. Vagy az mosuk össze a kettőt? Nem, hát a hit az egyértelműen egy sokkal erősebb érzelem szerintem, mint az, hogy elköteleződni valamilyen párt mellett, és azt mondani, hogy ebben a, nem tudom, tehát tényleg azt gondolom, hogy ha ez egy valódi hit, akkor simán belefér az obszesszió, simán belefér maga a rajongás. Nem mondom, hogy a hetedik év első évébe Rozi néni így érezte magát, hanem ez szépen kialakul, és folyamatosan bebetonozódik, és ennek a vége az, amit, hogy ugye csak a Z-generációt hoztam itt kapcsolódási pontként, hogy a fiatalok a rajongásuk tárgyából készítenek 50 fotóból, meg 10 videóból egy összeállított kis mashup videót, és akkor feltöltik a TikTokra, és azzal mutatják meg, hogy én ezt a fiút vagy lányt imádom, mint a sztárokat, meg a celebeket, és Rozi néni megírt egy dalt, vagy átírta a megfelelő akkordoknál, amire neki szüksége volt, hogy kifejezze magát. Jó kérdés egyből, meg kimondtad az egyik kulcsszót is a mashup formájában, hogy amúgy milyennek a műfaja, a remix, mert hogy rapszódia. Ez egy kétszeresen is derivált tartalom, ugyanis ez a Zalatnainak a Tölcsért csinálok a kezemből című slágerének a dallamára megírt. Hát mondjuk azt, hogy paródia, tehát hogy lehetne mashup is, amit csinál itt a Rozi néni, és az előző szereplésénél, az Echo TV-n is ott meg ugye a Homokóra slágerre írt egy másik szöveget. Azért tudod, ez elismerendő egyfelől, másrészt én magát a műfajt megvetem, tehát még amikor a Voga Turnovszky csinálta, akkor én olyan kicsi voltam, hogy nevettem. Amikor már az Ajala és Brindizit kellett nézni, akkor már félig rosszul voltam tőle, és amikor Brutit meglátom, akkor meg egyenesen kirohanok a helyiségből, mert én nem bírom ezt a zenés humort, de valahogy ez egy ilyen szerethetőbb forma, tehát hogy még csak egyet sem értek azzal, amit mond, kivéve, hogy lapos a pénztár szája. Mégsem nem tudod, nem megvetem, hanem azt mondom, hogy ez egy valami. Viszont a Zalatnainak ez a száma is már egy feldolgozás volt, tehát ő még meg is énekli, egy tök ügyes ironizálás a végén annak a dalnak, hogy a, mit tudom én, otthon szól az új Beatles lemez, ez nekem ismerős, vagy nem ez a szövege, de éppen arra utal, hogy milyen ismerős neki az a Beatles dal, amit hall. Nem azért, mert olyan jó, hanem mert ez az Obladi Oblada, tudod, a Life Goes On című számra készült feldolgozás a Tölcsért csinálok a kezedből. A refrénje nem, de a verzéje az nagyjából ugyanaz a dallam, ugyanaz a kor, kb. Ugyanaz az év. Viszont az Zalatnai szám, tehát ez egy feldolgozás, amit Rozi néni csinált, az Zalatnai számnak a végén viszont van egy érdekes dolog, hogy ő azt énekli, hogy többször, hogy bácsi, más ma már a módi, meg hogy bácsi, ravasz ez a módi, nekem jó, ahogy van. Azt hiszem, hogy
a Rozi néni is ezt énekli, hogy neki jó, ahogy van. Hiába néztek, panaszkodtok ti ellenségképp, bárki is legyetek, nekem jó, ahogy van. Csak tök érdekes, hogy a Zalatnaival ő szerintem nem kortársa, tehát ez a néni 20 évvel idősebb lehetett, vagy 15-tel legalább, mint a Zalatnai Sarolta. Tehát amikor a Zalatnai a 60-as éveknek a végén, felteszem, előadta ezt a számot, akkor ez a néni már nem a fiatalságát érte, de még nem is volt idős, tehát nem volt még akkor 50-es. És a Zalatnai szám az úgy kikezdi az idős korosztályt, hogy ott ugye ott bácsizás megy, hogy bácsi más ma már a módi, de nekem jó, ahogy van, ugye nem is ellentétes a mondat első fel a másodikkal, hogy de nekem jó, hiszen én fiatal vagyok, az Zalatnai ekkor 19 éves kb. A bácsi, meg feltételezem, hogy bácsi korú, tehát ilyen 60 plusz. De lehet, pont azért, de... vagy neked rossz, mert bácsi vagy, de nekem jó. Na de hát ez hogy vigasztalná meg a bácsit? És hogy ez pont egy ilyen generációk egymásnak feszülése, csak a 60-as évek végén történik, és ez a néni ennyi idősen egy olyan slágernek a dallamára csinál feldolgozást, ahol pont a fiatalok az időseket osztják, hogy most már más szelek fújnak. És ez nem lehet, hogy ő, amikor meghallgatja ezt a dalt, akkor ő nem a idősödő testére is az elmúlt évekre gondol, hanem a fiatal korára? Ez örökre az övé, és tulajdonképpen az övé is, ugyanis ez, hát nem tudom, ugye a szerzők, meg az Zalatnai által, ez nyilván a 20 éveseknek szóló, nem csak a 20 éveseké a világgal, pont ellentmondó dal lett volna, de ez valójában ilyenkor azért a nemzedéké már, és ahogy ők nőnek, a dal velük együtt nő, mert 5 évvel, meg 10 évvel később az akkori 20 éveseknek majd, de már egy másik sláger mondja meg ugyanezt. Az ő szimbólumok az lesz. Tehát ez nem azt jelenti, mondjuk 1967-ben a 20 évesek, hogy 20 évesek, hanem azt, hogy az 1947-ben születettek. És akkor ezt kellene énekelni, mert akkor 2022-ben is ugyanazt jelenteni, mert ez az ő daluk. Ilyen szempontból Rozi néni fiatal, amikor az alatt... Igen, és attól tartok, használja. Hogy neki egyébként az üzenet sokkal-sokkal fontosabb volt, mint a közvetítő csatorna, hogy most milyen dalt fog hozzá választani. Lehet, hogy éppen neki ez egy otthonos hangzás volt, amit tök sokszor hallottak, és akkor ő erre akarta megénekelni a rajongásra. Én is ezt akartam mondani, hogy ránézel Rozi nénire, és az az érzésed, hogy ezzel, amit mondasz, hogyha ezt az életkorbeli ilyen nem tudom, milyen levágást, vagy ezt a szeletelést megcsinálod, akkor Rozi néni kizár embereket az ő közlendőjéből, de hát rá kell nézni, ő mindenkinek jót akar. Szóval bármennyire is lehet, hogy ez obladi alapú, szerintem az ő közvetítője az az, hogy all we are saying is give peace a chance. Tehát ő mindenkinek jót akar. Tehát én nem tudom, én csak egy mozgalom vagyok. Én azt a kérdést akartam nektek feltenni, hogy esetleg valamilyen skálán meg tudjuk-e határozni, hogy mekkora önbizalom, vagy a gátlás hiánya esetleg a, nem tudom, ez a szerepelni vágyás és exhibit kell ahhoz, hogy mondjuk egy adott társaság elé álljunk úgy, tök egyedül, a felénél kezd bekapcsolódni egy nagyon kínos zongora szóló, hát ha lehet vele kísérni, meg ugye néha hozzátapcsolnak. Tehát, hogy azért Rozi néninek megvolt ez az ambíciója és exhibicionizmusa, hogy kimerjen állni és megmerje énekelni a rajongását, mert ez olyan kb. Mint egy szerenád, de tényleg azt leszámít, hogy azt mondom, hogy mit tudom én, Lajos, nagyon szeretlek, igaz, sokat késel, de már elfogadtalak így, ahogy vagy, és tudom, hogy legközelebb majd jössz, és úgyis odaérsz. Hát szerintem jobban várta ő az elismerő pillantásokat, és volt szereplési hajlandósága, vagy akarata, vagy vágya, mint amennyire az ő fejében diszkrécióra szorul a politikai vélemény, mert nem feltétlenül szorul diszkrécióra. Azt gondolom, hogy ez így minden embernek szíve joga eldönteni, hogy ő büszke arra, hogy mik a nézetei, vagy megtartja magának, hogy mik a nézetei. De az ő esetében szerintem ennél erősebb drive az, hogy egyébként itt nem annyira, de a televízió szereplésnél kiderül, hogy viszonylag tisztán énekel, őt biztos sokat dicsérték életében, jobban szerepel ezzel az énekléssel ott a televíziós első Rozi néni felvételen, mint a Megasztár vállalk, vagy a X-faktor válogatásokra jelentkezőknek a 80%-a. Miért ne énekelne? Meg szerintem az egy elég ilyen, hogy mondjam, biztonságos kijelentés, hát számszerűen, statisztikai alapon az emberek 2/3 a közönségben egyet fog érteni a mondandóddal, tehát nem tudom, hogyha más tekintene ugyanennyire szívügyének, mondjuk, hogy
én akkor is szeretem a mazsolát, ha úgy néz ki, mint ahogy a snitzerrel az öreg. Jó, nem mondd el még egyszer. Jó, tehát, hogy akkor ugyanígy kiállt volna oda azzal énekelni, annak tudatában, hogy ez most valószínűleg nem fog akkora sikert. Szerintem adatni. Amúgy a szociális szorongás az nem válogat, hogy most ismerősök előtt adom elő, vagy olyanok előtt, akikről semmit nem tudok. A saját esőm esküvén is izgulhatok, érted ugyanúgy. Pedig rólok aztán végképp tudhatod, hogy ők el fognak téged fogadni. De tényleg egy ilyen nagyon érdekes szerenát feelingem volt a végére, holott az elején még nem egészen ezt éreztem. Szerintem nagyon aranyos. Az egész nagyon aranyos, a témától függetlenül, tehát hogy attól elvonatkoztatva, hogy valaki erre hajlandó, és visszautalva egy nagyon picit az előző témánkra, Pankotai Lilire, hogy ő a káromkodással szólította meg a saját korosztályát, és ez a 10 éves korosztály biztos, hogy felkapta rá a fejét, és hogy milyen fura párhuzam ez, hogy a Rozi néni meg a saját kis énekelőadásával tudti, hogy felhívta a korosztály a figyelmét arra, amit mondani akart. Hát meg a miénket is. A miénket is, abszolút. És gondolkodtam azon is, hogy Rozi néni slammer-e, de hát ő nem, mert ő formailag többet tesz hozzá a szövegben is, hiszen tartja azokat a szótagokat. Már elnézést, de én tényleg ilyen slam kritikus vagyok, mert én valójában azt hiszem, az a kapellát szeretem. Tehát, hogy azt a de rap formájában. Kár tehát, volt annak olyan, az angolistának belépni. Nem a Rozi néni a kapelláját, hanem egy rap szöveget zene nélkül előadnak, nekem az a slam, és amikor pedig egy tulajdonképpen tök próza, de mégis 47 szótag után van egy rím, aztán utána 113 további szótag után megint van egy rím, akkor úgy vagyok vele, hogy de miért igyekeztél egyáltalán, akkor mondd el szenvedélyesen ezt a prózát, csinálj belőle egy előadást, és lehet, hogy ott fogom elsírni magam rajta, de így meg zavar, hogy próbálkozol, de nem érsz oda. Egyébként erre a rímesre van egy kötött irodalmi műfaj is, amit úgy hívnak, hogy makáma, ez egy népi arab versforma, és hogy annak is vannak ettől függetlenül kötöttségei, csak speciál pont nem a szótag szám az. Azt írja a Józsa Dani hallgatónk, és találó, és ez akár egy önálló téma is lehetne, hogy a hit nem érzelem, de lehet, hogy itt elhangzott az érzelmek igen, kapcsán az, hogy... Valószínűleg rosszul mondtuk. Én mondtam azt, hogy hite van, de nem... De én mondtam azt, hogy a hit egy érzelem? Majd nem csak erősebb, azt mondtad. Ja, igen, tehát, hogy én a hite... Igen, valóban ez volt az, hogy a hit, a hitet magát sokkal erősebbnek érzem, tehát sokkal erősebb benzinnek és hajtóerőnek érzem bármi másnál. Valami ilyesmit szerettem volna ezzel kifejezni. Érdekes a kérdés, mert én tényleg nem tudom, hogy akkor mi, tudod, de számomra az a szó jön egyből, hogy tudatállapot, tehát ahogy a világra nézel, és ahogy hiszel benne, ahogy elhiszed, vagy egy a valóságnak egy szubjektív értelmezése, ami megnyugtat azzal kapcsolatban, hogy elfogadd, amit látsz. A hithez nagyon sok érzelem is kapcsolódik, úgyhogy ebben egyetértek a hallgatónkkal, hogy a hit az nem egy érzelem, hanem nagyon sok érzelem összekapcsolódása. Meg a hit az egyfajta remény, tehát az egy olyan speciális remény, aminek a valószínűségét is látod, nem csak a rávetült vágyaidat. Rámennék az Ági által találóan észrevett zongora kíséretre, ami pont úgy, ahogy itt említettétek, hogy valaki többször elkezd tapsolni, de aztán érzi, hogy egyedül van rá, a zongorista többször elkezd zongorázni, és érzi, hogy nem feltétlen van rá kereslet, vagy hát lehet, hogy nem sikerül összeegyeztetni a tempót. Így alatta van egy ilyen kaparász, és akkor végén, amikor már ez a vastapsolós, igazi KGST és askabaré műsor van a pénzt, tárca üvöltözéssel, akkor a zongorista is már tudja hozni ezt a unca cirkuszi alapot. Én azt hadd kérdezzem meg, hogy lehet amúgy enélkül a közösségi műsor nélkül is idősek otthonában lakni? Nem biztos, hogy ott vannak, csak nagyon sok becelofánázott ajándék van ezen a videófelvételen, és nem feltétlenül úgy érzem, hogy ez a hitvesi asztal mögött sorakozik fel, hanem inkább olyan, mint mondjuk egy pedagógus nap, vagy valami. Igen, ez nem lehetett esküvő, nem lehetett esküvő. Lehet, de nem láttam porcelán delfint, úgyhogy biztos nem idősek otthona. Azt hiszem, ez lesz a lényeg. Mert én el tudom képzelni az életemet egy
idősek otthonában, de nem tudom elképzelni az életemet heti szinten ilyen smukandor haknik közepette. De szerintem te Tájföldön tudnád ezt az idősek otthonát elképzelni, és ott egészen más lesz majd a porcelán delfin. Jaj, de aranyos vagy, én ha hajléktalan leszek, akkor is megkérek valakit, hogy arra dobjon össze, hogy akkor ott vigyázzunk legyek az utcán. Rád. Hát... Vigyázzatok magatokra, énekeljetek kevesebbet. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.